Közel 250 millió forintból új kétszintes szárnyal egészült ki a Szombathelyi Schmidt Múzeum. A Szent Márton terv egyes keretében ez az utolsó objektum, ami most átadásra kerül. Ez annak idején 2016-ban indult, és összességében 2,5 milliárd forintnyi investíciót jelentett. Az 1772-es alapítású egykori gimnázium épületben a 70-es évek óta működik a múzeum. Itt helyezték el Schmidt Lajos sebészorvos gyűjteményét. A ház a középkori várfalára és egyik sarokbástyájára épült, ezért egyszerre szimbolizálja a múltat és a jövőt. Az egyén is, meg a közösség is kell, hogy tudatában legyen a múltjának, kell, hogy ápolja ezt a múltat, mert ezeken az alapokon tudja a legkorszerűbb ipart, a leghaladóbb oktatást, egészségügyet és minden mást, amiből egy város élete összetevődik, megteremteni és fölépíteni. Az elmúlt évtizedekben nem csak a fogadó épület hiányzott a múzeumból, hanem az időszaki kiállításoknak sem jutott elég tér. A mostani beruházással azonban mindkét problémára megoldás született. Maga az időszaki kiállítás tere az kb. 80 négyzetméter, és lent pedig egy 60 négyzetméteres fogadótér várja a látogatókat, ahol múzeum shoppal együtt egy WC is kialakításra került. A mozgássérülteknek alkalmas lesz látogatásra a múzeum, még úgy is, hogy a régi gimnázium épülete fele is mozgássérülteknek is látogathatóvá tették a teret ezzel a beruházással. Ezzel együtt megszépült a kert, és restaurálták az itt elhelyezett egykori villamost is.